A hízósertés táp értékesítési ára Magyarországon 36-46%-kal nőtt, és emelkedtek az energiaárak is. Várhatóan a jövőben ezek a költségek tovább növekednek majd. A sertéshús ára több tényezőt figyelembe véve alakul ki. Én azt gondolom, és ezzel szerintem minden sertéstenyésztő így van, hogy nagy mértékben befolyásolja a takarmányára a sertéshús előállítási költségét, az energiaárak, a munkaerőárak, és ezek közül szeretném kiemelni a takarmányt, mert egy év alatt akár négyszer is emelkedik most 2022-ben. Még a korábbi évekre ez az volt jellemző, hogy januárban, illetve aratás után, június-júliusban emelkedett. Most eddig ebbe az évbe négyszer emelkedtek az árak, gyakorlatilag duplájára, nagyon megemelkedtek ezáltal a költségeink. A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára is növekedett. A legkisebb mértékben a sertés dagadó ára emelkedett. 36%-os itt is az emelkedés. A szalonnás és bőrös sertéshús félben, fejjel, lábbal, farokkal ára viszont a legnagyobbat ugrott. 77%-kal emelkedett az ára egy év alatt. Gyakorlatilag duplájára nőtt az előállítási költségünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés az olyan termelő ma Magyarországon, aki gazdaságosan, hatékonyan és pluszban tud termelni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kiló sertéshús előállítási költségét nem nagyon fedezi már az a takarmány ár, amit erre ráfordítunk, és plusz erre rájönnek az energiaárak. Mi is próbálkozunk Mi is próbálkozunk, pályázatok vannak beadva, jelenleg is beruházás folyik a telepen. Természetesen ezeket a beruházásokat már tavaly indítottuk el, akkor még a beruházás költségei jóval alacsonyabb áron voltak, mint most 2022-ben. Most ablakokat, illetve paneleket cserélünk át a telepen, ez szinte duplájára emelkedett, és ez miatt is drágulni fognak a költségeink, mert ezt már a pályázatban biztonságosan, úgy, ahogy korábbi kalkulációink voltak, már nem tudjuk elszámolni. A nyers sertéshúsok és a darált hús kiskereskedelmi beszerzési ára szintén emelkedett Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nemhogy karácsonyig, és nem csak sajnos a sertéshús fogja érinteni, hanem szinte minden mezőgazdasági terméket, tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon lecsökkent a kistermelői gazdaságokban előállított sertéshús, illetve a sertések száma. És azt gondolom, hogy akár 4000 forintig is felmehet egy kiló sertéshús, mert a keresletkínálat határozza meg a piacot. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb sertés van az országban, és ez miatt várhatóan ilyen magas árakkal kell számolni, mint mindennel. A sertés oldalasért 67%-kal kellett többet fizetni, a csontos karaj 65%-kal drágult, a sertés lapocka ára pedig 57%-kal, a sertés dagadói pedig 51%-kal lett drágább egy év alatt.